ezért kellett a segítség a részletekről a megyei tanács részéről, hogy ez akkor, most ebben az évben mi valósul meg ebből? Tehát most összekötődik az a szakasz, amit megépítettek a városi úszodáig, úgyhogy akkor már az őszi vagy a téli fűtés szezonban már a tárfő vezetékkel lehet a Tammedencébe a vizet melegíteni, vagy az egész úszodát melegíteni. Mennyi spórlás jelent? Hát ez majd kiderül, ezt most én nem tudom megmondani a spórlás, de minden jobban a lehetőségek lettek, mint ahogy mostanig mehet villanyal is gázba. Úgyhogy ez egy új lehetőség, és ugyanígy majd a városban, még ugye más helyekre is elvittük, tehát ki lesz a főtérre a főszolgáltatásnak a vezetéket, tehát ez a bővítés, ez több mint egy 2,5 kilométeres szakasz volt. Ebből körülbelül meg van építve már a fele, tehát ez körülbelül 1 kilométer, ugyanúgy a fővezetékről a kórház után keresztül bekötjük a kórházat is, tehát most ott dolgoznak szintén a másik helyszínen. A kórháznál is ezekben a nagy aknában ugye az elkötő csapokat szerelik fel, hogy majd aztán lehessen a nagy kórház épületét is rácsatlakoztatni a tárfű szolgáltatást. No, hát múlt héten csütörtökön megyei tanács kihelyezetülést tartottunk pont ennek a projektnek az érdekében. Láthatják, hogy ütemesen, erősen dolgoznak. És hát én azt tudom és azt gondolom, hogy tényleg Gyergyószent Miklóson, ha bár most nagyon sok az építőtelep utca, vagyis sok utcában építőtelep van, tehát ez mind a jövőt, a fejlődést szolgálják, és kitartást kívánok a polgármesternek, illetve a megyei tanács részéről. Bármi is történik helyi szinten, ott vagyunk, és a Gyergyószent Miklósi emberek kényelme, fejlesztési lehetőségei ügyében hát megbízható partnerek maradunk az elkövetkező időszakban is. Kérem, osszák meg ezt a videót!